Magyar kutatók szerint a magas átlag hőmérsékletnek köze van ahhoz, hogy stagnálnak az árpa, a búza, a kukorica és a ross termés átlagai. A felmelegedés a szakemberek szerint a jövőben sem tesz jót a mezőgazdaságnak. A klímaváltozás szabolcs már bereg megyében is jelentősen érezteti hatását. Ez a térség az országban az éghajlatváltozásnak leginkább kitett vidék. Magyar kutatók szerint a magas átlaghőmérséklet az egyik fő ok, amilyet a gabonák termés átlagos tagnál. A felmérések azt mutatják, hogy 1981 és 2010 között az átlaghőmérséklet növekedése Celsius fokonként közel 15%-kal csökkentette a termés hozamot. Ez a négy legfontosabb magyarországi gabonafélét érinti, az árpát, a búzát, a kukoricát és a rost. További problémákat okoz az időjárás kiszámíthatatlansága is. Tavasszal korán melegszik, aminek hatására sokan elvégzik a vetést, majd egy hirtelen lehűlés kárt okoz a növényben. Ezeket precíz, gondos technikai növényápolással és tápanyag visszapótlással próbálják kompenzálni a gazdálkodók, valamint a növények genetikai előrehaladása is segíti a minél jobb termés átlagot. Szabó Béla, a Nyíregyházi Egyetem kutatója szerint Magyarországon és a megyében a helyzet nem olyan drámai, mint azt a kutatók jelzik. Nem érzékelem azt, hogy hirtelen egy drasztikus változás lenne, ami egyébként nagymértékben mértékben segítené az új környezetvédelmi szabályok létrejöttét, hiszen csak a hirtelen drasztikus változások eredményeznek gyors döntéseket a mai rendszerünkbe. Ha a gabonaféléket vagy tágabb értelembe vett módon a cereáliákat, amiben beletartozik a kukorica világviszonylatba, a rizs, itt nálunk esetleg a kisebb mértékben termelt cirokfélék és a kalászos gabonákat nézzük, látjuk azt, hogy évről évre a termés mennyiségek, a termés átlagok emelkednek. Ez egy fél egy százalékos növényfajtól és régiótól függően történő emelkedés. Vennünk a stúdióban Szóczki Gábor, az Integráció a Minőségi Fejlesztésért Alapítvány alapítója, aki a megyei klíma stratégia kidolgozását is irányítja. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy itt van a stúdióban. Megyünkben, én megmondom őszintén, egy kicsikét megdöbbentem az adattól. Megyünkben két fokot is emelkedett az átlag hőmérséklet az utóbbi időben. Tényleg az országban megyénkes útja a leginkább a klímaváltozás? Igen, a 2016. december 1-én indult projekt keretében budapesti szakértőkkel együtt tanulmányoztuk az éghajlatváltozásnak a különböző aspektusait, és valóban az átlag hőmérsékletet tekintve sajnos a megyékben van a legnagyobb elmozdulás, nem negatív, hanem negatív irányba felfelé emelkedik. Tehát az elmúlt kb. 30 évet figyelembe véve egy plusz 2 Celsius fokos emelkedés látható. Láthatjuk ezt a különböző szélsőséges időjárások esetében is. A nyári hősik hullámok talán nálunk a leghosszabbak, a többi megyéhez képest. Úgyhogy megpróbálunk abban a stratégiában is, amit letettünk a közgyűlés asztalára, és a különböző workshopok alkalmával is ennek az okait megkeresni, megtalálni, és valahogy egyfajta útmutatót adni az emberek, a lakosság, az intézmények számára, hogy hogyan lehetne kivédeni a negatív hatásokat. Azért ez mindenképpen örömteli, hogy készül egy megyei klíma stratégia. Mikor döntötték el, hogy erre szükség van? Hát ez még a 2016-os projekt kezdetkor eldőlt, hogy a Klimabarát Települések Országos Szövetsége által javasolt ütemterv szerint és összeállításban minden megye el kell, hogy készítse a saját klímastratégiáját, sőt tovább megyek, most már a helyi települések is gondolkozhatnak azon, hiszen kapnak egy útnotótól a hogy ők hogyan, helyi szinten hogyan próbálnak egy stratégiát felépíteni. A a lényegi munka az az elmúlt év nyarán és őszén történt meg a stratégiai összeállításával. Segítségünkre voltak a megye jelentős szakemberei, egyrészt az éghajlatváltozási platform tagjai, másrészt pedig a Nyíregyházi Egyetemnek az oktatói professzorai. Nem szerettük volna, hogyha ez a munka kikerül a megyéből, hiszen azok tudják leginkább a különböző okokat és a megoldási lehetőségeket, akik itt élnek közöttünk. Ezt a megyei klíma stratégiát pedig, ha minden igaz, akkor áprilisban el is fogadja majd a megyei össze. Kormányzat. Milyen megállapításokat tartalmaz ez a klímastratégia, mennyire nézve? Többfajta vizsgálata és megállapítással ö, tudunk szolgálni. Lehet látni, hogy ez egy komoly iterációs folyamatnak az eredménye, amit a közgyűlés előtt már a klímabaláter Országos Szövetsége elfogadott. Egy pár javaslatot adott még egy utolsó módosításra vonatkozóan. A legfontosabbak a következők lesznek. Mindenféleképpen támogatni kell egy megyei klímaponnak vagy klímaklubnak a létrehozását, amely összefogja a különböző intézkedéseket. Lépni kell az emberek irányába, magyarul egyre több információt kell átadni a klímaváltozással kapcsolatban, az energia hatékonyság és a megújuló energiát ö, ö, alkalmazó projektekről, ezek megvalósítási lehetőségeiről, és a pályázati lehetőségekről is, de ugyanígy érvényes ez. A, akár a közlekedés, és akár az önkormányzatok energetikai fejlesztései témában. Egyik nagy feladatunk a mezőgazdaságnak a segítése. Látható is a bejátszásból is kiderül, hogy az átlagok, tehát a termés átlagok nem nőnek, hanem stagnálnak. Ez nem csak a klímaváltozásnak köszönhető, ez annak is köszönhető, hogy a földjeinket folyamatosan elhasználjuk, elsavasodnak, egyre kisebb a tápanyagtartalma. Éppen egy budapesti konferencián hallhatunk, hogy száz év alatt Tizedére csökkent a termelő talajnak a termőképessége, ezen radikálisan változtatni kell. Tehát ebben a ö, stratégiában, amit majd olvashatnak az elfogadás után megye lakói is, a megyei közgyűlés és alapítványunk honlapján, részletesen kitérünk ezekre a problémákra. Tehát akkor gondolom a problémákat, azokat ö, mindenképpen ö, feltárták, így és van. a megoldásokat, ugye még az is nagyon-nagyon fontos, hogy a megoldásokat is így sikerüljön van. kitalálni. Ezek melyek, akár mondjuk az agráriumra nézvést is, milyen manifest dolgokról lehet beszámolni? Hát Hogyha az agráriumot tekintjük, akkor egyrészt az öntözésnek a ö, lényegessége, minél kevesebb műtrágyának a használata, áttérni a nem szintetikus anyagokról, az új neve, a szintetikus anyagokról, a nem szintetikus anyagokra. Nagyon sok kísérlet folyik most is az országban például a gyógynövény alapú készítmények ö, témájában átérni olyan régi, jó régi úgynevezett ö, 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 alapanyagokra, segédanyagokra, amelyek régen is szolgálták a gazdákat, és ami fontos, hogy a fejekben is rendet kell tenni. Tehát, hogyha mezőgazdaságot nézzük, akkor próbálunk együttműködni mezőgazdasági szakképzőintézményekkel, próbálunk együttműködni a Nyíregyházi Egyetemmel, és ami nagyon fontos, hogy itt a munkát, a workshopjaink, a munka megbeszéléseink is, ö, ből is elég sok információ származott, hiszen minden hónapban, minden egyes városban tartottunk, és fogunk is tartani munka megbeszéléseket. Ezek mennyire ajánlások, vagy mennyire kötelező érvényű dolgok azok, amiket ott megállapítanak a klímastratégiában? A Klímabarát települések országos Szövetségével még másfél évvel ezelőtt megnéztük a Nyugat-Európában meglévő jogszabályokat, törvényeket, ajánlásokat. Mi ma úgy látjuk, hogy ajánlás szinten tudunk indulni, és ha eljön az az idő, amikor már a törvényhozás erre a területre is tud fókuszálni, akkor bizony úgy hiszem, hogy lesz egy klímavédelmi törvénye is Magyarországnak, ami részletes szabályokat fog meghatározni a különböző területeken. Mi azt látjuk, hogy a fiatalok a legfogékonyabbak. Tehát a workshopjainkra elsősorban a 12-18 éves korosztály jött el, hogyha az ajánlásokat az őszintjükön sikerül elplantálnunk, akkor így hiszem, hogy nem lesz ezzel probléma mint ahogy látjuk az élet más területein, a fiatalok az idősebbeket próbálják meg segíteni, oktatni, például az informatika területén, ez szerintem a klímavédelem szempontjából is egy áldásos tevékenység lehet. Beszéltünk az agráriumról, viszont még eddig a lakosságról nem beszéltünk, hogy a lakosság felé milyen ajánlásokat tudnak megfogalmazni. Ö, hogyha a klímastratégiába belenéz a kedves olvasó, akkor láthatja, hogy lakosság, illetve a lakossági építkezés területén is a negatív ö, helyen az utolsók között kullogunk. Miért? zömében elavult régi építési technológiájú házakról, lakásokról beszélünk, amelyeknek az átlagkora 40-50 évet elért. Itt ebben ugye, mivel kevésbé teheső, tehetős emberek laknak a benyében, ebben is gyökeres változást hozhat, akár a kormány által elindított 0%-os hitelprogram, akár pedig azok az egyéb források, amelyek az energiahatékonyságra és a megújuló energiára ösztönzik a lakosságot. De fontos azt is kiemelnünk, hogy apró, egyszerű lépésekkel, mint például a világításnak a térnyerése, mint például a csöpögő csapoknak az elzárása meg, vagy megjavítása, vagy a felesleges vízfogyasztásnak az elküllése, ezek az apró lépések is nemzetgazdasági szinten nagyon komoly eredményeket érhetnek majd el. Elektromos meghajtású autók? Igen, ez is a stratégiának a része, az utolsó workshopunk Demecserben ezekkel a gépjárművekkel és a tudatos közlekedéssel fog foglalkozni. Szeretnénk az, hogyha első szinten a vállalkozók, illetve a közintézmények élen járnának, és egy olyan ö, progresszív támogatási rendszer jönne be akár az adópolitikába, amivel egyre több magyar család juthatna, akár teljesen ö, elektromos gépjárművekhez. Hogyan tovább? mert ugye akkor áprilisban a mindenik az áprilisban fogadja el a megyei közgyűlés. És a van stratégiát. ezzel egy jó alapot ö, megteremtünk. Közben már több ö, helyi önkormányzat jelezte ö, felénk, hogy szeretnék a helyi stratégiát is kidolgozni. Ehhez forrásokat is fog biztosítani a kormány, tehát elindul egy együttműködés a helyi önkormányzatokkal továbbra sem állunk meg, megyünk tovább a klímastratégia implementálása ügyében, szeretnénk felállítani ezt a megyei klímairodát, szeretnénk, hogyha minél több információ utatna el lakossághoz, a vállalkozókhoz, hiszen még ma is vannak olyan források, nem csak a lakosságnak, hanem épp a vállalkozóknak is, amelyek térítendő támogatással segítik az energiahatékonysági témákat, és egyre nagyobb tért szeretnénk kapni a Nemzeti Agrárkamara működésében is, legalábbis megyei szinten, hogy tudjunk folyamatosan hónapról hónapra egyeztetni az előttünk álló feladatokról. És ha jól tudom, akkor létrehoztak egy klímaváltozási platformot is. Ugye ez egy szakemberekből, grémiumból álló csoport, hogy folyamatosan egyeztetnek, hogyha éppen esetleg valami változásra még szükség van, változtatásra, akkor azt időben meg tudják tenni. Így van, a decemberi kezdés, tehát körülbelül másfél évvel ezelőtt ez a platform is megalakult. Én azt hiszem, hogy a megye jellem, jellemzően jellemző, meghatározó vállalkozói és a témában járt a szakembereivel egy 30-40 fő ül általában össze két havonta a megyei közgyűlés épületében, és mindig egy-egy témát szoktunk jelölni magunk számára, ami megyünk. Az egyik legfontosabb például, és már tárgyal téma, az öntözésnek, illetve az öntöző a megyében való megtartása. Szükséges az lá hogy több folyó is keresztül megy ugye megyénken, de mégis a gazdák panaszkodnak, hogy nincs elég öntözővíz. Ehhez egy pár milliárd forintos programmal ö, tudnánk segíteni abban a gazdákat, hogy igen, a legnagyobb aszályos nyári időszakban is ö, megfelelő termése tudnak rendelkezni. Ugye látunk nagyon rossz példákat, amikor a kukoricát pillanatok alatt egy-két hét alatt a hatalmas 40-42 fokos hőmérséklet tönkretette, tehát ez az egyik, hiszen mezőgazdasági megye vagyunk, ez az egyik legkomolyabb küldetése a platformnak. Munkájukhoz sok sikert kívánunk, köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönjük a meghívást.